8 éves voltam, amikor először találkoztam Ari nénivel. Apukám elvitte a testvéreimet és engem korcsolyázni a jégpályára, ahol rögtön felfigyeltünk a tűzről pattant, sportos hölgyre, aki fogta a gyerekek kezét és tanította őket. Akkor még nem is sejtettem, hogy ez a véletlen találkozás megváltoztatja az addig megszokott kis életemet. Már 13 éve, hogy az ő hatására ott ragadtam a jégpályán. Tőle megtanultam, hogy mit jelent a sport szenvedélyes szeretete, a kitartás, a türelem és az alázat. A tanításai nem csak a korcsolya tudásomat, de a személyiségemet is fejlesztették. Mikor az életéről mesélt, mindig arra gondoltam, meg kellene örökíteni kalandos történeteit. Bent vagyunk egy 130 éves öreg házban, gyere velem, és itt van mellette a 33 éves archív Lada autóm, még vezetek mindig autót, de most a téli időszakban itt garázsírozom. És akkor itt van még olyan érdekesség. Így laktak ott ebben a házban. Igen, ennyien laktunk a két lakrészben, a harmadik lakrészben lakólakot. Itt van az a nagyanyám, akit csak úgy hívtak Alsóvároson, hogy a Sólya étél. Itt az édesanyám, itt édesapám, és akkor ez vagyok én, és itt a Manyi húgom. A Manyi húgom anyámra hasonlított barna, én meg szőke hullámos voltam már, a nagyapám volt szőke, apám fekete volt. Ez készült 1938-ban, a háború előtt. Itt apám pont 30 éves volt. És ez az a híres zongora, amit 10 éves korunktól kellett gyakorolni, sőt már 9 évesen, és ez egy gyönyörű 140 éves zongora. 70 éve áll itt. Gyerekként Ari nénit ugye apáccák tanították, ez miért volt különleges az életében, hogyan alakította ez az életét? Hát nagyon érdekesen alakította az életemet, mert a nagyanyám nagyon vallásos öregasszony volt, és katolikus vallású, ide járt a ferencesek templomába imádkozni, és kötelezte szinte a szüleimet, hogy mind a kettőnket, engem is és a húgomat is apáccák neveljenek. Az emberi adottságokat, a lelki, a pszichikai adottságokat megkövetelte. Az egyenességet, a becsületességet, a pontosságot, az iskolai munkát. Ha akkor én elemiben, nem sokszor, de kaptam egyszer-kétszer körmöst. Így tartottuk a kezünket, és az apáca egy széles vonalzóval megcsapkodta, és itt ez nagyon fájt, amikor ütötte azzal a botszerű, illetve deszka tákolmánnyal, és utána a megbánásra, az imádkozásra, a hitéletre nagyon komolyan tanítottak bennünket, és az emberi tulajdonságokat, hogy ne csaljunk, ne lopjunk, tisztességesen viselkedjünk, embertársainkkal, gyerektársainkkal, és egészen magas szinten megkövetelték az idősebbek tiszteletét, az apácák tiszteletét, az egyházi papok tiszteletét, az embertársaim tiszteletét, és erre nagyon keményen rászoktattak bennünket, ami később is sokszor gondolataimba elővillant, és próbáltam úgy viselkedni, ahogy akkor tanítottak, mert ez nagyon szép vonás volt.
Édesapámat 1941-ben hívták be katonának, és 3 évig volt katona, és úgy északon a Kárpátokban tartott szolgálatot, és ott kapott egy füllövést. Örült szerencséje volt, hogy a kollégák, a többi honvédtársai közel voltak, és azonnal dzsipbe tették, és Kassára kórházba beszállították. Nagyon sok vért vesztett, és ebből kifolyólag menekült meg édesapám, mert október elején ide elküldték onnan úgynevezett betegszabadságra. És közben október 10-e körül már itt dörögtek a Boszorkány sziget alatt az oroszok ágyúi. És a nagyanyám kitalált, hogy nem megy vissza a vejem, nem létezik. 3 évig nélkülöztük édesapámat itthonról, és ugye anyámnak nem volt foglalkozása sem, állása sem, és a nagyanyám vagyonából éltünk ez alatt az idő alatt. És az édesapámat itt a kertbe ástunk egy bunkert, és abba rejtettük el. Főbe lőtték volna, hogyha ő rá találnak. Közben az apám az üzletét a háború után ismét kinyitotta, ismét boldogult, és próbált beszerezni fehéren, feketén dolgokat, és azt árusította, hogy megéljen, eltartson bennünket. Közben mi kinőttük a lengyel bundánkat, és édesapám vett 6 darab kisbárányt, ekkorákat, és itt az áropartokon, hát akkor nem volt ekkora forgalom, autóbusz, semmi, kocsi, ló, stb. Vagy még az sem, mert az is a háborúban elpusztult. Na a lényeg az, hogy a birkákat legeltettük, felnőttek, és nem beszolgáltatási határozatok voltak, és amikor Rákosi átvette a hatalmat, akkor ugye a kommunista párt győzött, akkor az édesapám levágta a 6 birkát, és abból legalább 5-öt be kellett volna adni az államnak, de nem, mert apám csináltatni akart a birkabőrökből nekünk egy kinőtt bunda helyett, egy másik lengyel bundát, és felrakta itt a házban lévő melléképületnek a padlására, és följelentettek bennünket, ezért apámat azonnal letartóztatták. Azonnal elvitték, és 1951-ben 3 évi börtönre ítélték fekete vágásé, azért, mert klerikális volt apám, a nagyanya befolyása miatt, ugye egyháziskolában jártunk. Amikor én tudom, ballaktam a Tömörkény gimnáziumban 52-ben, 1952-ben, akkor éppen a nagyanyám, az édesanyám és a húgom elmentek apámat meglátogatni. És így nem volt ott senki, nem volt ott, nem volt pénzünk virágra sem. Elmentünk a barátnőmmel, a Klárival, és szedtünk itt az árokparton mezei virágokat, és pipacsot, emlékszem, és azzal ballagtunk nagy kevélyen, ugye a ballagás az mindenki számára akkor is nagyon nagy dolog volt, és arra emlékszem, hogy összesen egyetlen egy ismerősöm volt a ballagásomon, az akkor udvarolgatni kezdő későbbi férjem. Nagyon nehéz emberi, anyagi helyzetekbe kerültünk azért, mert osztályidegen voltam. És ha akkor nincs nekem az a jóindulatú igazgatóm, aki 3 évig a történelmet tanította a Tömörkény gimnáziumban, és megismert engem, és 4 ilyen osztályidegen hallgatott, tanulót, ebből 3 az A-ba járt, és én voltam a B-be, és minket beiskolázott ajánlással, amit akkor úgy hívtak, hogy pedagógiai főiskola, és ő annak az igazgatójával a virágcukrászdába dominóztak, meg kártyáztak, és 4 osztályidegent a testnevelés szakra, és akkor behívott bennünket, és mondta, hogy 2 hét múlva, vagy 10 nap múlva lesz a felvételi, készüljetek föl, mert oda az MHK mozgalom miatt föl fognak benneteket venni, mert kell a testnevelő tanár.
fölvételi szintet gyakorlatilag mind tudtam teljesíteni. Még a futásra is emlékszem, hogy 60 méter volt, és 10-2 alatt futottam, ami abban az időben elég jó eredmény volt, és sima tornacipőbe. És arra emlékszem, hogy nem találtam sehol a tornanadrágomat, amit használtunk a gimnáziumban, és befestettem egy csíkos fürdőruhámat fekete festékkel, és abba mentem el fölvételizni. És arra emlékszem, hogy mászás is kötelező volt föl, és mert tudom én 6 másodperccel föl kellett érni, és akkor én utánfogással lejöttem, de közben elengedtem a két lábamat, és függésbe jöttem le, utánfogásos függésbe, és akkor így nézett a fölvételbizottság. A főiskola után Ari néni először Tóth Komloson töltött egy gyakorló évet. Onnan került Szegedre, ahol 3 általános iskolában is tanított, elsőként a Szőregi Általános Iskolában, ahol az 56-os forradalom ideje alatt nehéz körülmények között kellett helytállnia. Tudom, hogy nem volt sem autóbusz, sem vonatjárat Szöregre, és gyalog mentünk ki, hajnalba keltünk, és tanítottunk. Ott viszont 3-4 iskolában, tornaszobában vagy tanteremben tanítottam, meg a Liba legelőn, a futballpályán, ahol tudtam. A Gagarin Általános Iskolában, ahol Ari néni 6 évet tanított, ha jól tudom, nagyon fegyelmezetlenek voltak sokszor a gyerekek, de Ari néni mégis elérte azt, hogy hallgassanak rá és figyeljenek rá. Ezt hogyan csinálta? Ez egy elég nehéz kérdés, nehéz megfogalmazni. A tanárnak akármilyen szakot tanít, próbálkoznia kell a saját személyiségével is, a gyerekekre hatni. Na most, ha valaki ezt nem tudja vénából, hogy mondjam, egyéniségéből nem fakad ez, akkor nagyon nehéz neki a pedagógus pályán megmaradni. Kőkeménynek kell lenni, de ugyanakkor szeretetnek is kell lenni. Akkor a négy tusa nevű atlétikai sportág volt nagyon menő, ugye abban volt ugrás, dobás, futás, stb. És akkor ezt a versenyt körülbelül 4 évet dolgoztam már ott, és akkor volt egy nagy Szeged bajnokság ebből a négy tusából, majd egy területi verseny, és ezt mi a szedett-vedett móravárosi garnitúrával megnyertük. És ez nagy boldogság volt, mert még a saját tanáromnak, aki a főiskolán nekem a tanítási gyakorlatot vezette, annak a csapatát is megvertem. Hogyan került onnan a Gagarin Általános Iskolából Ari néni a Tömörkénybe? Úgy, hogy innen a testnevelő tanárnőt elhelyezték egy másik városi iskolába, és ez évvégén történt. És nekünk január 30-áig be kellett adni az áthelyezés kérvényt, de én nem adtam be, hát miért adjam be? És akkor kijöttek a művelés osztályról, és megkérdezték tőlem, hogy akarok-e a Tömörkén gimnáziumba tanítani. Hát az iskola igazgatóm ottani, az enyhén lelombozódott emiatt, és én akkor azt mondtam, hogy kérek egy nap gondolkodási időt, hogy a férjemmel is megbeszéljem. Néztek rám nagy szemekkel, hogy én általános iskolából csak úgy ukmuk-fuk, hogy megyek középiskolába, és még ezt nem is örömmel veszem, hanem kérek időt, gondolkodási időt. Na, a lényeg az, hogy végül elfogadtam. És most itt ülünk ennek az iskolának a tornatermébe, amiben én itt tornáztam. A Szabóné Teri néni volt a testnevelő tanárom a Tömörkény gimnáziumban, utána 23 évet én tanítottam itt, meg edzősködtem itt, meg versenyeztettem itt. Szertornaedző voltam itt ebben az iskolában, de mindent más tanítottam. Jégpályát csináltam, az iskola udvarát fellocsoltam, és itt korcsolyáztunk, 20-30 korcsolyát összeszedtünk zsákokba, és itt remek korcsolya idények voltak abban az időben, 60-as években nagy telek voltak, és ragyogó volt a jégpálya. Ő futott elő a rapparton, ő mászott föl először a kötélre, és lenézett a magasba, hogy akkor csináljátok utána. Ez volt az ő tanári alapállása, és ez felejthetetlen.
ha nem korcsolyáztunk, akkor pedig itt a múzeumdombon szánkóztunk. Ha elő volt írva, ha jól emlékszem, 10-12 óra tantervileg, azt is megcsináltam úgy, hogy kimentünk úszás oktatásra, és abban az időben bizony még nem tanították az úszást az általános iskolában, és nagyon sok tanulót akkor kezdtem megtanítani úszni, ami nagyon nehéz dolog volt, de mivel én versenyúszó voltam a főiskola csapatában is, mint hátúszó a váltójában is benne voltam, nekem nem volt ez probléma, és úszó edzői minősítésem is van, meg szertorna edzői, meg lövész edzői minősítésem van, meg kressz oktatási, szakoktató végzettségem is van. Tehát mindenhova innen is elküldtek, hogy ez is meg legyen, meg az is. Soha nem felejtem el, mint törékeny hölgy, a talajtornánál emelgetett bennünket, a szaltónál segített, és nem kímélte magát. Sok szép versenyünk volt, és csináltunk a közös városi tornaünnepélyeket, azon a legújabb slágerekre, gimnasztikai gyakorlatot, a legszebb tömörkényes lányokból csapatot alakítottuk. Nagyon szép és tartalmas éveim voltak itt. És Ari néni sokszor a Tilosban is járt a diákok kedvéért. Ha. Igen, nem tudok a tanítványaimnak nemet mondani. Hát így volt egy olyan tanítványom, akivel a szegedi Tiszagyöngye táncversenyt megnyertük, de ő még csak akkor 17 éves volt, és ő megnyerte azt a táncversenyt, fiúk, lányok vegyesen voltak, ugye éjszaka 10 órakor kezdődött, éjfélkor volt vége, és valahogy ez titokban történt. A talaj gyakorlatát átalakítottam Görsvin zenére, táncos gyakorlattá. Végül is kaptam egy ilyen szóbeli ennyit az igazgatomtól. De ő is azt hiszem, azt látta, hogy a gyereket miért ne engedjük el. Felügye, nem egyedül ment oda a gyerek, tanár, én tanítottam, és vállaltam a felelősséget is, csak nem jelentettem be előre, és nem kértem engedélyt. És ez a 80-as évek közepén volt már, tehát nem a 60-as években. És akkor is még annyira vigyáztunk, a gyerekek, azt hiszem 9 óráig szabad volt nekik menni, a cukrászdákba, nyilvános helyekre nem mehettek, lebuktak, fegyelmit kaptak, szóval nagyon komoly szigor volt. Most ez már nem így működik. És ez nem is baj. Több az ifjúság szabadsága, a tanári karnak is több a lehetősége, és ezt úgy érzem, hogy most öregen is azt mondom, hogy haladni kell a korral. Mindig valahogy nagyon összeszedett volt. Örökké vidám volt, örökké nyüzsgött, mindig szervezett, és rendkívül élénk volt. Mellette mindig pezsgett az élet. Sokszor adtam fölmentést is azoknak, akiknek nyűg volt a testnevelés óra, mert úgy gondoltam, hogy nem lehet kínozni a gyereket, mert az neki dacot, ellenállást ad, én felém is. Úgy gondoltam, hogy ne legyen vita, hanem beszéljük meg, hogy te miért nem, és akkor megbeszéltük, és elmondta az ő gondját. Volt olyan, hogy négy szem közt még ügyeltem a folyosón a rendre, addig odajött mellém, és elbeszélgettük. Az apját lecsukták, börtönbe volt, Bandikám, mi a gondod, kell-e valamit segíteni? Azt mondja, tanárnő, ezt még senki se kérdezte tőlem. Az osztályfőnökséget nem lehet sehol tanulni. Erről nincsenek kézikönyvek, illetve ha van is, az nem ér semmit. Az osztályfőnökség az vagy jön belülről, vagy nem. Valaki vagy jó osztályfőnök, vagy semmilyen. Ő csupa nagybetűvel a legjobb osztályfőnök volt. Sőt, szerintem az is nagyon fontos, hogy egy vakgyereket is Ari néni megtanított korcsolyázni, aki ide a tömörkénybe járt. Igen, az Istvánt, ő akkor testnevelésből felmentett volt, és egyszerre, ahogy ügyeltem a folyosón, sétáltam, odajött hozzám, és azt kérte tőlem, hogy a tanárnővel ő is szeretne lejönni a jégpályára. Akkor már többször az az osztály volt velem lent a jégpályán, és ez a vak fiúcska azt mondta, hogy ő azt az érzést nem szeretné megérezni, nem tudja, hogy mi. És akkor mondtam, hogy István, veszünk a Robinál, a kölcsönzőnél, még most is ő a kölcsönző a Robi a sportpályán, és
veszünk neked, 41-es volt a lába, akkor harmadikos volt a Robi, vagy az István, mondom, majd valamelyik két másik fiú meg én segíte. És képzeld el, hogy olyan jó érzékkel, és azt mondta nekem, hogy tanárnő, hát ez isteni volt, hogy siklott alattam, és legugolt, és tapogatta a kezével a jeget, és erre föl, mikor az igazgató megtudta, hogy én levittem az Istvánt is a jégre, akkor nem azt mondta, hogy elnye-benye, hanem azt mondta, hogy Ari magának akkora szíve van, és nekem ez akkor nagyon jól esett. Forgatásunk harmadik helyszíneként megérkeztünk a jégpályára, ahol több mint 10 évig voltam Ari néni tanítványa. Most, 2 év kihagyás után a kedvemért újra korcsolyát húzott, és 80 évesen, fiatalosan, teli energiával siklott a jégen. Miközben őt néztem, végig az járt a fejemben, hogy milyen csodálatos, hogy valaki egy sportot ennyire őszintén, teljes odaadással és rajongással tud szeretni. Ari néni végigkísérte az egész szegedi jégpályának a történetét. Milyen volt akkor a kezdetekben itt korcsolyázni, amikor még nem is volt teteje a jégpályának? Hát nagyon érdekes volt, ha sütött a nap, vagy esett az eső, akkor a jég tetején 1-2 centis víz volt. De ha esett a hó, akkor le kellett a havat, ami rárakódott lapátokkal, meg söprővel lesöpörtük. A gyerekek mindig segítettek. A 87-88-ban ez megnyílt, és akkor én a Tömörkény gimnáziumban utolsó éves nyugdíj előtt álló testnevelő voltam, az egész Tömörkény gimnázium 80%-át lehordtam, 2+3 volt a testnevelés óra akkor, és lehoztam ide tanulni. 20 forint volt a belépődíj, 20 forint volt a kölcsönkorcsolyának a díja. Elmentem nyugdíjba, magamtól jártam le ide a jégre korcsolyázni, akkor már megvolt a férjem által Olaszországból hozott, mutattam betoncipőm, és azzal tudtam már koszorúzni, meg egyéb apró elemeket, néha ívképzést is tudtam, és mindig volt körülöttem egy-két kisebb, nagyobb gyerek, és kérdezték, hogy hogy csinálom, és én akkor elkezdtem mutogatni. Menjetek balra kezdet, följebb a vállához a kart. Egy! Ki? Szép lassan! Ívképzés! Harsogjon a korcsolya pengéje! Neki köszönhetem azt, ami most vagyok. Tehát nagyon fontosak az alapok, és ő tanította meg nekem szinte az egészet. Neki köszönhetek mindent. A Marci meg a Hannuska itt csináljanak egy szép holdat, de mind a ketten. És tart! Fel a fej! Hanna, húzd be a csípőd! Ari nénivel 8 évesen találkoztam, akkor anya kihozott a jégpályára, és emlékszem, hogy sokan voltunk, de mindenkivel tudott foglalkozni, és mindig úgy hívott, hogy Hannuska, még most is így hív. Közben az én unokáim is 3 évesek lettek, még 3 évesek sem voltak, azonnal megtanítottam korcsázni, kimentem Bécsbe, hoztam neki műkorcsolya cipőt, baromi drága volt, tudom, hogy sajnáltam érte a pénzt, de megértem, mert nagyon jó cipőben is, jó szerszámmal lehet csak jól dolgozni. Ezt tapasztaljuk, ugye mi is a korcsolyánkkal. És aztán ugye Ari néni unokái végül is több mint 10 évig versenyszerűen korcsolyáztak. Úgy van, műkorcsolyáztak az unokáim, a nagy Marian készített föl bennünket. Tudom, hogy 1997-ben indultunk egy itt lévő házi bajnokságon, ami nem házi volt, hanem úgynevezett vidékbajnokság, és azt is én rendeztem, én szerveztem úgy, hogy ezen a jégpályán a legelső szervezett verseny a vidékbajnokság volt Műkorcsában, Tiszaújváros, Dunántúlról jöttek, akik akkor Pest kivételével. A vidékbajnokság csak vidéki gyerekekről szólt. És az egyik unokám éppen megnyerte az ő korosztályának megfelelőt.
És a család egyébként mit szólt ehhez, hogy az unokák Ari néninél töltötték gyakorlatilag minden hétvégét, és ugye ők nem Szegeden laktak, tehát hogy mindig úgy lejártak, van, és mindig itt voltak. Valóban, ők Karcagon laktak, de megkaptam őket, mikor már nagyon jól tudtak a alapdolgokat korcsolyázni, akkor megkaptam őket fél évre, és ide beírattam az Alsóvárosi Általános Iskolába, 12-ig voltak iskolába, ebéd, jég, korcsolya, haza, tanulás, este megint korcsolya. És amit a Marianna szakedző őnekik megtanított, már szakdolgokat, elemeket, azokat én velem itt a jégenőkbe gyakorolták. És azért tettek, mert a többi szülő itt kint állt, és nézte, hogy mit csinálunk, ugye? De az én unokám, én fenn voltam a jégen, és mondtam, hogy nem jó, miért két lábra ugrott? Tehát én mindig javítottam, és így eléggé ügyesek voltak. És most jön az, a műkorcsolyát azért kellett abba hagyni, mert bejöttek a másod és a harmad fordulatok az ugrásokban. És mi 5 hónapig gyakoroltunk itt ezen a jégen, meg némi kis nyári tábor, de nem voltunk képesek a pestekkel fölvenni a versenyt. És akkor én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg paralel. Menjen a műkorcsa is, majd utána menjen a jégtánc is. Nekem azt mondták, hogy amit az Ari, akiket az Ari néni fölkészít, azokkal, mint a vaj, úgy lehet dolgozni. Ó, hát akkor ugye mindjárt mondták, hogy csak én legyek a előkészítő edző, csak én csináljam, de akkor egyöntetem mindenki úgy, és akkor sokszor volt, hogy megkérdeztem, hogy jó van ez, így van ez. Maradjatok körében szépen, fékezni is kell tudni, tartod a vállad, emeld föl az állad is, légyszi, úgy jó van, jó? Nagyon jó, alakul, jól van. Nyessé meg egy kicsit, lépjél csak elébe, a bal lábacskáddal. Jó? És akkor lassít. Sok évvel ezelőtt kisgyerekként nem csak egyedül csöppentem bele a korcsolyázás csodálatos világába. A nővéremmel és a húgommal együtt kezdtük el ezt a sportot, és tanultuk meg a jégtánc alapjait Ari nénitől. Fantasztikus volt. Bármikor, amikor szóba kerül, akkor már hallom a fejemben a hangját, ahogy mondja, hogy nyom ki a kuffert, figyelsz, Georgina? Vagy a fiúknak mondja, hogy fogd a nőt? És ilyenkor a fiúkat arra szólítja, hogy fogják meg a párjukat, és én akkor 10 éves voltam, amikor ezt hallottam először, és mondta, hogy fogd a nőt, és én voltam a nő 10 évesen. Soha nem kivételezett senkivel, mindig mindenki egyenlő volt, és bár nagyon szigorú volt, de soha se haragudott senkire. És volt 4 darab olyan család, akinek 3 lánya volt, és egyszerre 12 kislány volt a jégen, mint az orgona sípok, de nekem olyan boldogság volt, mert nagyon akartátok, nagyon tehát szinte leizzadtam, megállás nélkül javítottam, külön feladatokat adtam, és olyan boldogság volt, mikor a szülők itt elsírták magukat, mert indult a gyerekük a versenyre, és nekem is az öröm volt. Gergely Tímea és Lukács Tamás a junior kategória 5. helyezettei voltak, az Urukinál kötelező nyitás gyakorlatot mutatták be. Ari nénében egy igazi pedagógust ismertünk meg minden oldalról, és a legjobb, ami tetszett, hogy nem csak önmagába a jeget, a jégtáncot oktatta, meg a korcsolyázást, hanem a gyerekeknek valódi illemtanára volt, a gyerekeknek valódi olyan nevelője volt, akire szerintem mindenképpen szükség van a világban. Talán azért van ő ilyen
lelkileg nagyon jó állapotban, és azért tud a gyerekekkel ilyen jól bánni, és azért tud mindenhez ilyen pozitívan hozzáállni, mert önmagával is nagyon rendben van. Mindig kiállt értünk, tehát mindig védte a kezdőket, mindig, ha kellett, a főedzővel is veszekedett, de ő megvédett minket, és mindig kiállt mellettünk. Ari néni olyan fantasztikusan fanatizálta őket, jó értelembe véve a jégtáncra, a sportra, hogy a lányok minden hétvégén 5 órakor már ráztak bennünket az ágyban, hogy gyerünk, Ari néni vár már bennünket. Rendelkezett egy férfias céltudatossággal, egy szervezőkészséggel, egy lényeglátással, és a nők összes empátiájával, ezt így együtt. Igen, és hát én tudom, hogy Ari néni ezért soha nem fogadott el pénzt, hanem csak szeretetből, meg segítőkészségből csinálta ezt az egész jégtánc oktatást. Hát valóban úgy volt, mindig szívesen segítettem, és engem nem érdekelt az, hogy ezért fizetnek, vagy nem. Boldog voltam, hogy tehettem, mint öreg nyugdíjas esnevelő tanár valamit Szegedért. És nagyon boldogok voltak a szegediek is, már a szegedi vezetőség, meghálálták, kitüntetéseket kaptam azért, mert megalapítottam itt, színesebbé tettem a város sportéletét. Fogd be először a hölgyet, és akkor szép hosszú évekkel, majd itt fogjátok látni, mert úgy látom, hogy itt mög van az utánpótlás. Ezeknek a gyerekeknek egyharmada még az én tanítványom. És szeretném azt, hogyha a riporternő is, mint régi jégtánc tanítványom, itt nekem csinálna valamit, amit én mondok. És légy szíves egy műkorcsolya állóforgást bemutatni, próbáljuk meg először. És akkor belelép, tartod, tengelybe. Picit gyorsítod, jó, megvan, helyben vagy, nagyon jó, jó. Nyissál lassan, és csúszunk ki hátra, külsővel, és fejezzük be. Egy kicsit a külső évet húzzuk meg az át. Ez abszolút, abszolút egy műkorcsolya forgás, nagyon szép volt, mert tengelyben maradtál. És ugye Ari néni annyira szerette a korcsolyát, hogy még a Nászúton is elment a férjével megnézni az Európa-bajnokságot. Igen, valóban. Képzeld el, hogy 1955. január végén volt Magyarországon az Európa-bajnokság, és akkor a nagy testvérpár megnyerte az Európa-bajnokságot, és kint a Vajdahunyad váránál lévő műjégpályán, ami nem volt fedett, havazás, minden, és tudtam, hogy mikor szerepelnek a magyarok, és kimentünk a férjemmel, és beleültem a férjem nyakába, mert nem kaptunk helyet, nem lehetett bemenni, teltház volt, és akkor onnan láttam a Mariannéknak az Európa bajnoki gyakorlatát, és ez tényleg, mikor ide eljött Szegedre edzeni, elmeséltem neki, hát halálosan meg volt lebe. Hogyan telnek Ari néninek most a napjai? Jaj, hát nagyon változatosak, főleg a téli időben, most a sok hólapátolás, 65 méter utcafrontom a ház körül, ez rengeteg időmet elveszi, akkor a nagykertnek a gaztalanítása, az utcafrontoknak a gazgyomentesítése nagyon sok, permeteztem már a fáimat, vigyázok, kertészkedem, hiszen most az a fizikai megterhelésem, és szükségem is van rá, és szeretem csinálni, ez a mániám, tudod, a kertészkedés. A másik, hogy életem végéig szeretnék fizikailag jó erőben megmaradni, nem szeretném magam másra ráutalva élni a további életemet. Szeretnék érdeklődő, nyitott maradni, szeretnék jó embernek megöregedni, nem rigolyás vénasszonynak, és amiket az egyházi iskolákban kaptam emberi
tulajdonságoknak a feljavítását, az emberi tulajdonságát, tulajdonságoknak a jóság, a szorgalom, a becsületesség, a pontosság, ezeket a tulajdonságokat továbbra is szeretném még a életem végéig megőrizni, és nyitott maradni, és most már várom a dédunokáimat, a két unokámtól. Mi az, amit Ari néni a legfontosabbnak tart az életben? Hát az élet az egy nagyon változatos. Sohasem nem úgy jön el az életnek a folytonossága, ahogyan várjuk. Az életben mindig más jön, mint amit várunk. És azt szeretném, hogyha a hozzátartozóim, leszármazottaim az életnek ezeket az átalakuló változatosságait könnyebben vennék, mint ahogy én vettem. És az egy nagy emberi tartást igényel, hogy valaki az életben, a későbbiekben is merjen és bírjon átállni, ha éppen szükséges. És ez az árzpoétikám, hogy így mondjam, az életem végére.